és mi más hatna meg jobban egy édesanyát, mint amikor saját csöpsége egy óvodai műsor keretében küld neki puszit a színpadról. A szélkakasos óvodában már 20 esztendeje szervezik meg az anyák napi pikniket, így volt ez akkor is, amikor még az ikonikus épület romos állapotban volt, és csak a füvön, plédeken ülve nézhették a köszöntő műsort. Most, hogy megszépült az épület és a park, természetes volt, hogy bár a lepedőket az időjárás miatt még nem lehetett leteríteni, akkor is tovább éltetik a szokást. Bonyhádon olyan sok érték van, olyan sok szép épület és olyan sok szép dolog, amit a gyerekeknek látni kell. Sokszor járunk a múzeumba, a könyvtárba, a városházára, és azt gondoltuk, hogy ezt a percelkúriát is látniuk kell. Eljöttünk, megnéztük, kiválasztottuk közösen a helyszínt, és úgy döntöttünk, bár pikniket szerettünk volna, lepedős pikniket, de most az időjárás miatt ez nem jött össze, úgy döntöttünk a gyerekekkel közösen, hogy itt szeretnénk az anyukákat köszönteni. Bonyhád legszebb épülete, a természet közelsége és az igazi hazaszeretet érzése miatt is. Azt gondolom, hogy a 3 év, ami kimaradt az édesanyák köszöntéséből, tavaly is csak videóüzeneten keresztül tudtunk anyáknapi műsort küldeni. Úgy gondoljuk, hogy a szülőknek, a lelkének szüksége van arra, hogy a gyerekeikkel együtt legyenek. Nagyszülők, keresztanyák, még édesapák is eljöttek ma, mert azt gondolom, hogy ez nem csak a gyerekeknek, hanem a szülők lelkének is egy pluszt jelent, és a kapcsolatukat erősíti mindenképpen. Az egész készülődés, az egész izgalom, ami a gyerekek lelkébe volt, ez a titkolózás, hogy otthon nem árultak el semmit, és az a rákészülés lelkiekben a gyerekek részéről is úgy gondolom, hogy eléri a hatását. És amikor itt körülnéztünk, és láttuk, hogy az anyukák szemébe könny perdült ki, azt gondoljuk, hogy ez mindent megér.